Egy Jászlóskun-Szolnok megyei iskolában kérték a mentők gyors segítségét, mert egy 17 éves diák összeesett a torna órán. A segítségére siető tanár rögtön megvizsgálta a tanulót, aki nem lélegzett. Amíg a mentés irányító folyamatosan instruálta a pedagógus az újraélesztésre, nem csak a legközelebbi esett kocsit, de a helyi orvosi ügyeletet és a mentőhelikoptert is a helyszínre riasztotta. A 9. B-osztályon voltam, és az egyik diákunk az óra végeztével a kötélmászástól egy pár lépést tett, három lépést tett meg sajnos, és utána összeesett. Odaszaladtam, a segítségére siettem, és megállapítottam, hogy nagyon nehezen tapintható a púzusa, stabil oldal fekvő helyzetbe helyeztem. Megvizsgáltam a szájüregét, szabaddá tettem, és ezek után, ahogy vizsgáltam a púzusát, már nagyon-nagyon nehezen volt tapintható a púzusa. Kezdett leállni a légzése is, és akkor egy perc volt, ami azt hiszem eltelt, és utána sajnos leállt a keringése teljesen. Ekkor kiküldtem az osztályát, és még az volt a szerencse, hogy a kolléganőm Szél Anikó tanárnő lent volt az osztályterembe, és ő telefonon értesítette a mentőket, illetve az orvost, és utána, miután kiküldtem a gyerekeket, akkor ezek után elkezdtem az újraélesztését a diákunknak, és ezek után megérkezett a házi orvosunk elég gyorsan, és utána fel tudott engem váltani ebben az újraélesztésben. És amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag megkért, hogy szaladjak el a defibrillátorért. Elszaladtam, ugye a portán szoktuk tárolni ezt a defibrillátor készüléket, és visszasiettem vele, és utána Kupecki Ádámmal elkezdtük az újraélesztést. Addig a diákok az iskola nyilvános defibrillátorát is odavitték a beteghez, és több sokkot is leadtak. A perceken belül érkező mentők átvették, és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett. Stabil állapotban szállították el, azóta igyekeztünk a kórházzal kapcsolatot tartani, amennyire nem zavarunk. A ma reggelre már az a hír érkezett, hogy nincsen lélegeztetőgép, oxigénre még szüksége van, ennyit tudunk, hogy a keringése, vérnyomása, légzése visszatér, de természetesen még kórházi intenzív kezelésre szorul. A szülők is, mi is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy agyi sérülések nincsenek, illetve hogy a légzés az, ami egyre erősödik. A mentők stabil állapotban légi úton szállíthatták kórházba a fiút.